Na és játsz egy torsobal, és ez itt újra a The Binding of Isaac Afterbirth Plus, és egy újabb nap, és egy újabb kör, és hármas win streak, és hogy kivel játszunk, ez egy borzasztó jó kérdés. Azt hiszem, hogy valamit Samsonnal kaptunk, az Ultra Challenge miatt, viszont vele már megvan minden, úgyhogy miért játszanék vele. Istenem. Legyen Blue Baby. És búcsot is inthetünk a win streakünknek egyúttal, de legyen Blue Baby. Tractor Beam egy elfogadható kezdés. Végül is. Nem a világ legjobb item-e értelemszerűen, de használható, és ez nekünk már jó. Nyilván azért ennél sokkal több segítségre lesz szükségünk. Kellene nekünk egy... valami, ami Spirit Heartot ad megint csak, ugye ez a Blue Baby alaptaktika. Na, utálom ezt a szobát. Igen. Ezért, többek között. Ezt a szobát sem kedvelem különösebben. De ezt legalább megoldottuk. Reméljük, hogy erre van a boss, és nem kell azon a szar szobán még egyszer keresztül mennem. Azért már sokkal-sokkal jobban kell játszanom. Mint a kényes körben mondjuk, és... Ugye az előző részben challenge-et csináltunk, ott azért annyira-nagyon nem erőltettem meg magam megint csak. De ez most már nem nagyon fér bele innentől kezdve. A lazázás. Azt hiszem kellőképpen kipihentük az Ultra Challenge-et, úgyhogy mostantól ideje belevágni megint csak a sűrűjébe. Oké. Majdnem sikerült beleakadni az egyik vázába. Ez hihetetlen. Na, a világ legjobb hand fightja. Sajnos nincs bombám, úgyhogy annyira nagyon felgyorsítani sem sikerül. Hát lehet, hogy meghalunk az első szinten. Ami nem jelent jót. Abból a szempontból, hogy mennyire sikerült odafigyelni, vagy sikerült levetkőzni ezt a nem törődöm mentalitást. Azért tegyük hozzá, hogy a Tractor Beam nehezebbé teszi ezt a boss, mint amilyen alapból. Mert általában könnyek, amikor lemaradnak arról a sávról, ahonnan elővöd őket, akkor pont eltalálják a hauntot, és így nem vagy veszélyben, mert nem konkrétan szemből kell lőni, ahová ő is lő. Hát túléltük ezt a boss fightot, de nem fogjuk túlélni a következő kört, mert ahhoz legalább egy, illetve a következő szintet, mert ahhoz legalább egy squeezy-re lett volna szükségünk. Legalább a prestízs nem csorbult le a végtelenségig azzal, hogy meghaltam az első bossnál. De azért ez nem egy jó kezdés. Ezzel együtt. Nyilván Keeperrel játszanék, akkor már halott lennék, úgyhogy lehetne rosszabb is. Hierophant! Hát remélem, hogy nem kezdtem el túl korán tevetni ezt a kört, ez mindenképpen visszaránt minket a... hogy ez nem egy kőszörny. Azt hittem, hogy ez egy kőszörny, aminek ugye nincsen kontaktsebzés, hát figyelni kéne. Jó. Más, hanem arra jó lesz ez a nap, hogy tényleg egyértelmű váljon, hogy ez a fajta hozzáállás már nem fog működni. Oké. Végül is szerencsésnek tekinthető, ami itt történt. 15 cent még nincs meg ahhoz, hogy a boltban tudjak vásárolni itemet, viszont Soul Heartot már tudnék. Nyilván ahhoz kéne két kulcs, hogyha az itemomat is meg szeretném látogatni. Tinted Drug. Mindenképpen nagy szükségünk van ilyesmikre. A közeljövőben is. És amire most ennél is nagyobb szükségem lenne, az egy kulcs. Egy mindenképpen. Kettő sem jönne rosszul. A... Szerencsejátékgépet még éppen nem direkt nem robbantottam föl. Hogyha esetleg nem lenne más mód arra, hogy kulcsot szerezzek. Ez nem egy jó... item. Az, hogy a három itemből, amit kaptunk, van egy oké és két szar.
Úgyhogy ez így... Nem egy annyira kiemelkedően jó kezdés. Nyilván ez egyharmad Beelzebub Transform, tehát egyharmad repülés. Úgyhogy lehetne végül is rosszabb is. De amire mindenképp szükségünk van, az egy használható Spacebaros item a Poopnál. Nyilván 100% ördögesség van Blue Babyvel mindig, mert ha piros szépsérülésed lenne, akkor már meghalnál. Oké, Pin ellen mondjuk pont jó ez a legyes item. De nagyjából ez az egyetlen. Ezt majd föl fogom venni. A nail. Most nem adhat half down-t, úgyhogy most veszük föl. Jesus Christ. Fucking experimental treatment. De, adhat half down-t. Hát ma is tanultunk valamit. Talán erről a leckéről lemondtam volna. De hát... Mindegy. Pedig az egy nyerhető kör lett volna onnantól kezdve, hogy megkaptuk a nailt. Ami a legjobb ördög item Blue Babyvel, vagy az egyik legjobb. Jó, ne kezdjünk el pánikolni. Meg siránkozni, de... Osval tiltid. El kellett volna tolni a nailt előtte, de... Azt hittem, hogy úgy működik, hogy egy HP-nál nem adhat health down. Lehet, hogy az csak akkor, hogyha piros szíves karakterrel vagy. És hogyha eltolom a nailt, azzal esélyt adok neki, hogy... Adjon health down-t és elvegye azt a soul heart-ot, amit a nail ad. Úgyhogy ez tűnt a jó play-nek, ezek szerint nem ez volt. Megint Haunt. Rohadjon meg. Már ez azt hiszem, hogy ez a... Hiába champion talán a könnyebbnek tekinthető Haunt, csak végig szembe kell vele maradni. Ez a taktika. Mert oda mindig, illetve oda pont nem brimstone-ozik soha. Ez egy range up. Három ilyen pocsék itemmel kezdeni, hát én komolyan mondom. Na jó, az előbb is pocsék itemekkel kezdtünk, csak az első ördögüzlet aztán végül is piszok jó lett, úgyhogy addig ne legyünk idegesek. Meg az első ördögüzletet nem kapjuk meg. Ha ott is minden item rossz, akkor lehetünk idegesek. Viszlát Winstreak, annak ellenére, hogy egy nyerhető kört volt az előző, egyből elsőre Blue Babyvel, azok után, hogy egy fél Soul Heart-nál pont kaptunk egy Himatimisist, illetve nem Himatimisist, Hierophantet a lehető legjobb kor. Homing Bombs. Legjobb item valaha. Oké. Még a Poop is besült. Most már nem tudjuk megvenni, ami az ördögnél van, az se, hogyha nail lenne megint. Mert meghalnánk belé. Mivel csak 3 HP-nk van. Igyekszem összekapni magam, nehéz lesz, hogyha ez a kör végül is nem sikerül jóra. És egyre úgy tűnik, hogy nem sikerül jóra. Hiába volt dupla itemes első item roomunk. Mind a kettő viszonylag szar. PhD, ez egy egész jó item, ez nem. Nine lives az... Ez legalább valami. Elvihettem volna a Necronomicont is egy HP-ért cserébe, de igazából... Annyira nem hozott lázba, hogy ezt el nem tudom nektek mondani. Oké, mehetünk tovább, leszarom, ami van itt már. A
továbbiakban nem különösebben érdekel. Hát egyharmad Guppy, nem egy nél azért a Nine Lives, de valami. Nyilván a DPS-ünket nem sikerült növelni az első két szinten, ami mindig egy rossz hír. Akármelyik karakterrel, vagy hát még Blue Baby-vel, ami még ráadásul szar is. Van egy Two Space kártyánk, úgyhogy mindenképpen be tudunk menni az item roomba, akkor is, hogyha egyetlen egy kulcsot sem kapunk, az egész katakomba egyen. Azért merem remélni, hogy ez nem így lesz. Oké, okay, az előző körben sem nagyon tudtuk növelni a DPS-ünket, de mondjuk a nél az ugye sebzés is, nem csak HP. És van 33%-unk az ördögszobára. Baj vele az, hogy hát Krampus ellen nem nagyon van esélyünk. Oké, nem kaptunk Magic Mushroomot, de legalább megöltünk pár ellenfelet. És legalább megpróbáltuk, hát most ez a legtöbb, amit tudok tenni. Milyen jó, hogy kaptunk PhD-t, és azóta meg egyetlen egy pirulát sem. És amit kaptunk, az sem volt jó, ugye pheromones. Ez egy Black Market esetleg. Egész jó lenne. Ugye Nine Lives-zal egy csomó mindent el tudunk vinni. Nem, ez nem egy Black Market. Ez a vírus, ami nem rossz. Nem csak azért, mert egyharmad spán, hanem mert időnként ad fekete szívet. Megint beszart a szar. És ugye kaptunk kulcsot is. Abból a szobából az item roomhoz. Oké, okay, ez baj. Azért ki tudtunk jönni. Nem túl nagy össze befogadtam volna erre, az, hogyha őszinte vagyok veletek. Csak hát a DPS-ünk pocsék. Azért szép lassan talán meg tudjuk őket ölni. Ugye ezek egészet sebeznek, úgyhogy 9 életünkből az egyikbe kerülne, hogyha utolértek volna. Oké, okay, hát a Curse Room az egyelőre nem játszik. Hát most mit mondjak, ez se jó, de... volt már rosszabb is. Jó van, nem érdekel, mi van arra, menjünk a bosshoz. Annyira akartam igyekezni, hogy egy kör alatt átérjek a másik irányba, hogy túl korán indultam el. Megint csak a idegesség az oka. Egyszerűen ez a kör nem jó, nem élvezetes. Még lehet az, nincs olyan, hogy nem telt még el túl sok. De hát láthatóan Frail-el is meg fog gyűlni a bajunk. Akivel nem szokott, soha, kb. Mérgez már meg. Jó lenne megölni elsőre, ha már idáig eljutottam. Az kéne, hogy ne tolassak bele ostobán. Kaptunk egy health upot, hát... rohadjál meg. Jó! Vagy hát nem jó, de... ez van. Há,
hát ha ne adj Isten, ezen a szinten már kapunk egy jó itemet is, mert eddig nem nagyon sikerült. Nine-Nine ez nem rossz, de hát önmagában azért nagyon sokat nem tud segíteni. Bár egyelőre kb. Csak neki köszönhetjük, hogy élünk. Kár, hogy ez a Black Tooth-os méreg nem ad fekete szívet, hogyha megöli az ellenfeleket. Legalábbis úgy tudom, hogy nem tud adni. Ha valami sebezhetetlenséget kapnánk, Buko Shadows-t vagy ilyesmit, akkor a vírus tudnánk használni életerő pótlás szempontjából is. Vagy egy Unicorn Horn, Unicorn Stampot, bármit. Oké, ez baj. Egyszerűen nincs elég DPS-ünk ehhez. Mert hogy Damage Up-ot nem sikerül, sőt még Tears Up-ot sem kapni. Két szint alatt, sőt három szint alatt egész pontosan. Amiben bízhatunk, az egy jó ördögszoba, ami nem Krampus, ahogy mondtam. Még mindig nincs vége. Készröhely, ami itt zajlik. Jó, nincs kulcsunk. Nem ártana az item roomhoz azért, mert de ingyen elég ritkán engednek be. Belépőt kell fizetni. Jó, van, elég lesz már. Nagyon el vannak ezek a triple shot pókok. Azonban az egyik véletlenül eltalál egy figyelmetlen pillanatom, akkor az egész szobát kezdhetem előről. Továbbra sincs kulcs. És továbbra sem, viszont legalább tudunk még egyet szarni, hogy kapjunk piros szíveket. So fun. Hát ezen a szinten mindenki meg kell kapni azt az ördögcobát, nem látok más kiutat. Egyszerűen már egy polifémos se lenne elég az item loopból ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ebből a körből lehet valami. Jó van. Egy Serpent's Kiss azért talán változtatna a hozzáállásomon és megítélésemen. Tehát hát a kör megítélésén általam. Egész pontosan szeretnék fogalmazni, bár nem ragaszkodom hozzá. Ezek egyszerűbb szobák, mint amiben az előbb meghaltunk, úgyhogy menjünk erre, hát ha erre van a megváltás. Már az a hosszú szobában úgyis meg fogok halni. Már nagyon sokszor nem tudok meghalni, és igazából egy másodpercig nem fogom siratni ezt a kört, hogyha végül is búcsút kellene kiinteni. Ó, de jó. Középen pont egy robbanó champion van, úgyhogy talán az megöli. Szóval megöli a másik kettőt is. Most már nincs robbanó champion, mert miért is lenne ez? Jó, ezt a szobát is hagyjuk a picsába, most már kezd elegem lenni. Már legalább itt nincs champion, ami az előbb megszivatott. Oké. Okay. Kérlek, hajj már meg, és menjünk ott tovább a francba. A végre. Erre pont nem az item room van. Nem tudom, hogy van-e kedvem kész 2-es bosshoz alap DPS-sel. Nem tudom, hogy ez a körhöz van-e kedvem ezek után. El kellett volna mennem inkább keeperezni.
Stain, hát... zseniális. Csak amire szükségem volt. Legalább a bombát nem pazaroltam el, mert később bukott föld alá. Most azért mondanom sem kell, hogy valószínűleg nem lesz meg ez a boss most sem. Egész egyszerűen az agyait nem bírjuk megölni időben. Jó, jó. Hova a francba menjek? Nekem az item room kéne, de gyanítom, hogy arra, abba az irányba van, amelyre nem akarok menni. Vagy bemehetnék a boltba, lehet menni egy Soul Heart-ot, hát elég lesz tényre. Jó. Legalább egy kisebb szobát tudtunk teljesíteni. Keressük az apró kis győzelmeket. Próbáljunk ebből táplálkozni. Ez szar, végül is, de mindegy. Az a kurs, az nekem kellett volna. Jó, mindegy. 4 HP talán elég a bossra. Úgyhogy eltom inkább a Two of Space-t, és ezzel megyek be a boltba, és megpróbálok venni valamit. Mondjuk a Chaos-t. Nem tudom, hogy ez jelenti-e majd a megváltást számunkra. Nagyban függ attól, hogyha sikerül megölni a bosst, akkor az mit dob. A Chaosnak köszönhetően, ha sikerül megölni a bosst. Stainnek nincs túl sok HP-ja, de Blue Baby alap DPS-e meg nem túl erős. Úgyhogy ezért tart ennyi ideig, és ezért bosszant ennyire. És azért jobban odafigyelek, mint az előbb. Igazából nem lényeges, hogy még egyszer újra tudunk éledni, hogyha ezzel az élettel tudunk valamit kezdeni. Ez tűnik egyelőre a legjobbnak, köszönhetően a 3 Soul Heart-nak az ágy gyas szobából. Majdnem azt mondtam, hogy agyas szobából, de... elég agyatlan kijelentés lett volna. Oké, már nincs nagyon sok HP-ja. Maga lenne a koncentrált irónia, hogyha most sérülés nélkül sikerülne megölni. Márpedig sikerül. Mr. Isaac néha... tud adni fekete szívet. És az Virus-szal kombinálva elég kéne, hogy legyen. Sőt, Virus plusz Ethane-mel kombinálva. Elég kéne, hogy legyen arra, hogy talán ne halljunk meg idő előtt, de hát Necropolis-on vagyunk továbbra is alap DPS-sel. Ó, oh, oké. Okay. Mondjuk egy Guppy item helyet kapunk Steven-t, az annyira nem jó, de... ne panaszkodjunk, amikor DPS-ápot kapunk végre. Nem örüljünk neki. Talán kellő lesz ahhoz, hogy eljussunk a... kellően elegendő lesz ahhoz, hogy eljussunk az item room-ig 2 HP-val. Plusz egy újraéledési lehetőséggel. Ja. És pont akkor jön be az eszém, amikor már nem maradt ellenfél. Pech. Tehát mondjuk magamnak köszönhetem ezt is többé-kevésbé.
Úgy néz ki, hogy talán megkijelenthetjük, hogy a Consumables gondjaink megoldódni látszódnak, pénzt leszámítva. Oké, kaptunk egy fekete szívet, azt hiszem a Mystery Sackből, nem az Ethane-ből, de... És ugye a Mystery Sacket a Chaosnak köszönhetjük. És aztán rögtön el is bukom. Okos voltam. Oké. Drága Ethane nem akar együttműködni. Meg a vírus sem egyébként, mert általában amik megsebeznek, annak okozunk mérgezést a vírussal, és abból sem kapunk fekete szívet. Úgyhogy ez így azért nehézkes lesz. Oké. Ez volt a terrorom is az előbb is, csak a Roll Eternal Fly megölt. A kivitelezés közben. Jó, még élünk. Még nem adjuk fel. De ott volt két fekete szív. Na még egyszer most már. Ez egy jó kör lesz. Hihetetlen. Ez se akkor vége. Ennyi volt mára. Kimegyek, inkább szívok egy kis friss levegőt még akkor is, hogyha mínusz 10 fok van kint. Jó van, jó, persze. A múltkor is harmadjára jött volna egyébként össze a Blue Baby-s kör. Még már dodge-olni is kellett. És még sikerült is. Minimás nem egy jó kezdés egyébként. Hát azért a range-nél meg a speed-nél olyan dolgokra lesz szükségünk ma. Nem igazán láttam még jó itemet item roomból, három kör alatt. Hát úgy tűnik, hogy ez a mai nap rákfenéje. Super Secret Room. Oké, ez egy kezdés. Mindenképpen szerencsének tekinthető, ami ott zajlott, vagy történt. Nyilván sok mindenre nem elég, két szóhar, de arra talán igen, hogy viszont a biztonságban eljussunk a következő szint ördög szobájáig, és ott akár még tudjunk is venni valamit, anélkül, hogy belehalnánk. És már kulcsunk is van a következő szint item roomához, úgyhogy és amennyiben nem követek el olyan hibát, mint az előző körben a kulcsbegörrel, akkor még akár ez jelenthet is valamit. Item roomot konkrétan. Ott egy tintudrág, de hát az ott is marad. Megint a kedvenc bosszom. Eddig egyik körbe se sikerült kikerülni. Már most legalább nem traktorbimmel kell ellene küzdeni. Meg is látjuk, hogy mi az a különbség, amiről beszéltem. Traktor beamhez képest. Ez egyébként, amit ott láttunk, csak még így is sikerült belehibázni, hogy tudom úgy sebezni, hogy nem vagyok konkrétan vele szembe, hanem egy kicsit lemaradt tőlem. Még így is sikerül nagyjából kétszer eltalálni, hogyha innentől kezdve sikerül sérülés nélkül lehozni a maradékot, mert ugye az egyik kis barátja is eltalált egyből az elején.
Magic Mushroom, oké. Okay. Ezzel tudok valamit kezdeni. Mámos sebzésünk van, mint nagyjából a két kör alatt összesen. Mármint több damage-upunk. Mert ez 3-43, az előttibe egyet se kaptunk. Közvetlenül ez előttibe pedig 5 valamennyi volt, tehát 1 pont valamennyit kaptunk. Összesen. És hát ugye Soul Heart is. A Magic Mushroom, amit el is buktunk. Hál' Istennek. Hiába nem Ultra Heart Challenge-et csinálunk, így is a ellenfelek fele champion. Hát ez megint csak egy szar item, továbbra sem láttam jó itemet az item roomban ma még. Ugye a Magic Mushroom-ot sem item roomból kaptuk. De akkor is sem most a Crack the Sky nem is volt annyira rossz. Meg tudom ezt oldani, hogy visszakapjam a bombát, meg tudom. Sőt, kaptunk még egy sebzést. Illetve damage up-ot egész pontosan, ami tears up is, ráadásul. Oké, ez a kör látványosan jobb, mint eddig bármelyik, még akkor is, ha nélünk még nincsen. És még nem láttuk a boss-t, és nem láttuk az első ördögszobát sem. Ami ugye garantált. Plusz szerintem Secret Room-ot is meg tudjuk találni, ha lesz még bombánk. Van 5 centünk. Ah. Wow, lehet, hogy alábecsültem a Crack the Sky-t, és most bizonyítja, hogy ő annyira nem is rossz. Már ahogy nézem, azonnal... azonnal le fogom cserélni? Vagy maradok a Horror of Babylon-nál? Van egy használható Spacebar-os itemünk. Közben megkaptuk a Fungi Transformot, ugye is megvan a 3 gomba item, amiből 2 bossból kaptunk. Gimpin is el lehetett volna gondolkozni. Oké, ez a szoba, ez elég szar. Mint ugye életerő visszatöltési lehetőség, de a Horror of Babylon jobb ötletnek tűnt, ami ugye mindig és mindig, minden alkalommal aktiválva van Blue Babyvel. Oké, ezt kénytelen vagyok kipróbálni. Fate's Reward, ami nem jó, de legalább item. Piruláink megint csak nem olyan nagyon látványosan jók. Menjünk be a Curse Room-ba, lehet megbánom a döntést, bomba nélkül. Főleg, mert másfél életerőbe került a szokásos egy helyet. Ami abszolút az én hibám, segítem, hibáztatok most ezért. Tool of Arts. Legjobb kártya, amit csak el tudok képzelni. Ha esetleg ezen a szinten is kapunk ördögöt, és ezen a szinten is lesz Guppy item nála, akkor valószínű is tető, hogy a Guppy feje egy jobb ötlet lett volna a Transform miatt. Nem hiszem, hogy ilyen kockázatokat most... az nem tudom mit csinál. Szóval ilyen kockázatokat most megérte volna bevállalnom. Akkor ennyire nincs... vagy ennyire semmi nem akar összejönni, és nincs szerencsém. Nem is vagyok feltétlenül biztos benne, hogy kiérdemeltem ma azt a bizonyos szerencsét.
Nem játszom ma sem olyan látványosan jól. Jobban játszom, mint a kényes körben. Vagy akár a challenge-ben a legutóbb. Egy kicsivel. Oké, ez például a sájt, amiket megtartjuk a bossra. Oh. Oh. Muszáj volt. Magic Mushroom-mal még egy One-Mix Larger-t is bedobni. Muszáj valahogy mindig elcseszni azt, hogyha valami jól alakul. Hát... ezen a borzasztó nagy hitboxsal nem fogunk hástörni, de akkor is oda fogok menni és meg fogok halni rajta. Csak azért, hogy okolhassam a Troll Engine One-Mix Larger-ét még egyszer. Ugye jártunk az előző szinten az item roomban. Oh, viszlát Soul Heart. Jártunk, egy olyan itemet kaptunk, ami nem tudom, hogy mit csinál. Fölösleges most nagyon gombákat fölrobbantani, már megvan a Magic Mushroom és Minimás is. Meg ezzel együtt is borzasztó nagy a hitboxunk. Hogy már egy itemet kaptunk, ami csökkenti. Elképzelem, milyenek lennénk Minimás nélkül. Gyakorlatilag játszhatatlan lenne a játék. Ez megint egy szar item, oké. Folytatódik a tendencia. Nem probléma. Két haszontan item Blue Baby-vel a boltban. De hogy minden klappoljon, legalább Soul Heart sincsen. Nagyon-nagyon hullámzó ez a kör. Vannak jó dolgok, a jó DPS az egyik. De vannak borzasztó dolgok is. Mint például a hitbox, az összes item room, minden második bolt. Az ördögszoba. Oké, nem volt az olyan rossz, de... a néleshez képest az is rossznak tekinthető. Persze még ezzel együtt sem mondhatnám, hogy ez a kör aztán játszhatatlanul rossz. Azért mégiscsak egy Magic Mushroom-os körről van szó. És most senki eljön nekem azzal, hogy a One Makes You Larger, meg ezek nem is növelik a hitboxot. Most a vizualitásról beszélek. Pszichológiailag mindenképp rontja a dodzsolási esélyedet is képe... ó, látjuk, hogy milyen jó az a Space Brush item. Szóval rontja a dodzsolási esélyedet is képességeidet az, hogyha egy nagyobb karaktert irányítasz, mi akkor is, hogyha ugyanakkor a helyen sérül, mint eredetileg. Magic Scab. Best item EU-ne. Meg a legjobb ördögszoba. Menjünk tovább. Csak azért, mert ez már a harmadik kör, ma ezért viszonylag igyekszem sietni. Tudom, hogy volt még Curse Room, meg minden. Tehát a mai szerencsénkkel ez végül is nem jelent semmit, abban a Curse Room-ban úgysem volt más, csak pókok. Piros ládákból. Meg is mutatom. Nem, ez egy gapi item. Ami zavaró. Mert már kétharmad gápik lehetnénk a Horror Babylon helyett a... Szóval a Horror Babylon helyett a gápi fejét választom az első ördögszobából. És ez legalább egy fény lehetne az alagút végén. Mert egyelőre az nincs. Se fény, se alagút, se semmi.
Wow. Crack the Sky megint nem volt túl rossz. Meglepő fordulat. Ennél meglepő fordulat már csak az lenne, hogyha kapnánk egy hasznos item roomot végre. Vagy boltot, hogyha már itt tartunk. Vagy bármit. Oké, végülis a boss itemeket nem érheti panasz. Meg hát az ördög szobák sem voltak olyan rosszak, a legrosszabbból is kaptunk 3 szólhartot. És hát a DPS-ünk az továbbra sem rossz. Hát ha boltban greed lesz, akkor elkönyveljük úgy, hogy megint kaptunk egy rossz boltot, és megyünk tovább, nem foglalkozunk vele. Nem, hát egy moderáltan hasznos item, Soul Heart nélkül persze. Illetve hát úgy értem, hogy a boltban nem volt Soul Heart. Ez depszegy, úgyhogy mehetünk a bosshoz. Itt konkrétan elpusztított a Crack the Sky. És megkaptuk az ördögszobánkat is, ahol van Nail. Rögtön beletaladtam vele az egyik tűzbe. Oké. Már nincs elem, viszont itt valahol van. Lehetséges, hogy mégis egy működő kört sikerül össze alkotni. Így végül. Ahogy itt van még egy ellenfél. Vagy mégse. Hülye ötlet volna. Mert hát nem állunk rosszul annyira mégse. Mint ahogy itt megpróbálom eladni. Úgyhogy természetesen tudom, egy pár koponyát szét tudtam volna törni a néllel, mindegy most már. Természetesen megcsináljuk. Ugyanis megmarad a nél. Techhex, Eden's Blessing, így a következő körünk sem lesz rossz. Oké, belementünk a tüskébe. Jó okos vagyok. 1.20-as speedünk van, kevesebbnek tűnik. Nem rossz. Kutya ugatást hallottam, azt jelenti, hogy itt van valahol a Super Secret Room. Köszönöm szépen az életerőt, nagyon kedves vagy. Transformunk ugye megmaradt, sajnos a hitboxunk is ezzel együtt. Hiába buktuk el a Magic Mushroomot többek között. Firemind nem is olyan rossz. Tekex-szel, mint bármi mással. Menjünk be a Curse Roomba, persze. És lejöjjünk ki a Secret Room oldalon. Nem figyeltem, egy 17-es TPS ápot ad a Nail, az nem rossz. Nem tudom, hogy a spawn transformot tekintve hogy állunk. Mint hogyha egy darab fecskendő itemünk lenne. Gondolom az még így is beleszámít, hogy nem mi vettük fel. Hiszen, hogyha D100-zal vagy akármi mással rerollolod a körödet, és megkapod a megfelelő itemeket, akkor is meg szokta adni a transformot. Én gyanítom, hogy beleszámít.
kéne nekünk egy teleport kártya valahonnan. Ace of Space trinketünk van. Ami azt jelenti, hogy viszonylag jó esélyünk van arra, hogy találunk egyet. Wow. Hiába küzdesz itt a szoborral, nem kapsz belőle kulcs darabot. Legalábbis én úgy tudom. Oda nem menjünk rá, az cheap. Igen, ebben a szobában kéne eltolni a nélt és széttörni minden koponyát, azokból néha kapsz kártyákat. Másfél viszont örülnék, ha mondjuk a bossra is megmaradna a DPS áp miatt a nél. Azért az item roomot még jó lenne megtalálni. Anélkül, hogy túl sokat sérülnék addig. Rossz helyen toltam el, ez nem a koponyás szoba. Ostoba. Jó van, na, fáradt vagyok. Sőt, igazából a kimerült ide a megfelelő szó. Strength, az nem teleportál minket sehová. Az év az az jó lett volna, miért tolod el? Mert fáradt vagyok, mondhatnád megint. Az év azzal ki tudtunk volna jönni a bosszrásról, ugye ezt az egészet azért csinálom. Alapból is szét tudjuk törni a koponyákat, úgy nézem. Ja, mert hát van nekünk Leong. A.k.a. Stomping. Strength. High Priestess, ez sem teleportál minket, sehová. Joker az jó. Bár ahhoz még meg kell találnunk a... Jó, ne kockáztassunk. Item room helyett menjünk a bossrásba, ahol több item közül választhatunk. Valószínűleg beleférne még így is, de nem akarok lecsúszni róla. Véletlenül. Azért annyira nem nagyon-nagyon nagy a DPS-ünk, hogy itt 3 másodperc alatt megöljük anyát. Bár lehet, hogy belefért volna. Hál' Istennek nem kaptunk ördögszobát, így van haszna a Jokernek. PhD. Small Rock már ezért megérte. Hé, mi? Én nem választottam itemet. Ezt pluszba kaptam, ne legyél már buta. Oh man. Viszlát. Sin Robes az egy no-brainer. Hiszen meg visszaadja a saját árát. És mehetünk tovább. Scarred Womb 1. 67,5% ördögüzlet eséllyel. Figyeljünk oda a tündődrákokra, ugyanis ingyenesek. Azért a nélt eltoljuk, azért borzasztó kicsi lesz a speedünk. Alapból is éppen, hogy súrolja az átlagot. Szerencsére a shot speedünk nagyon jó a tekexhez. Még egyszer mondom, így ebben a formában valószínűleg meg fogunk halni hasan. Nem akarom az ördögöt a falra festeni. Wow. Rettenetesen hasznos Super Secret Roomnak. Voltunk szem és fül tanulja a farkas vonyításnak köszönhetően. Lucky Toe, ah, jó, nekem az Ace of Spades.
Prolex azért annyira nem bosszantó tech-ex-el, mint általában. Speed up, még erre szükségünk is volt. Következő szinten 100%-os ördögességünk van. Mivel itt nem sikerült megkapni, hiába a kétharmad esély. Oké. Okay. Pillatra volt rá esély, hogy nem sikerül sérülés nélkül lehozni azt a szobát. Oké, okay, ezt elvisszük a Blue Room-ra. Sunnak fel kéne oldani a Curse of Darkness-t. Legalábbis ez lenne szerintem a logikus. Mert hát baszki, a napról beszélünk. Elhiszem, hogy így is OP kártya meg minden. Jó. Ennyi hiba nem fér bele ebbe a szobába. De borzasztó sötét van, úgyhogy van mire fogni. Hubertit toljuk el, mert 3 Huberti egy új transform. Ha jól tudom. Méghozzá a felnőtt transform. Furcsán villog a tech-ex néha. Főleg így Curse of Darkness-ben lehet észrevenni. Igen, tudom, hogy itt van a Secret Room, köszönöm szépen, hogy szóltál. Mire mennék nélküled? Azt nem tudom, hogy csak és kizárólag a Secret Room-ok miatt vonyít-e. What? Ó, oh, rossz helyen keresem. Kaphatunk 25 centet, ugye Blue Room-ba megyünk, úgyhogy pénznek van lehetőség, vagy esélye, szerepe, értéke, vagy bármi hasonló szót, aminek van értelme. Olyat mondjál, légy szíves. Még egy arany kulcs, mintha egy nem lett volna elég. I am drowsy-t el kéne tolni itt Livzen, de megint csak nem vagyok hajlandó visszajönni a Joker kártyáért, ez túl sok backtracking. Nincs Super Secret Room. Gondoltam azért visít. Meg kéne oldani azért, hogy Blue Room-ban abban az esetben is legyen töltésünk, hogyha nem kapunk elemet. Bár úgy tűnik, hogy pont meg lesz oldva. A Perth Throw. Perth Throw-t vigyük el itt. Hát ebben az ördög szobában tudjuk hasznosítani. És a Jokert megvigyük el a következő szobára. Ennyi backtracket még hajlandó vagyok teljesíteni. Void? Akkor nem hasonlunk. Ezt meg nem is tudom elvinni. Ez damage up. Joker. És irány a Void. Curse nélkül ráadásul. Mivel érdemeltem ki ezt. Jó lenne egy Lamp of Call, nagyon kedvelem tech-ex-el. Nem vagyok benne biztos, hogy delirium... Oh, nem jött be. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy deliriumra elég lesz az, amink van. Ezt is már ilyen. Erre bal alul van 3 boss. Reméljük, hogy sikerült nem pont kiszúrni deliriumot. Kicsit szeretnék pár életerőt felsztekkelni addig. A Dry Baby az egy nagyon jó item deliriumra, ez pedig... Nem volt túl okos, de mindegy most már. Csak egy rohadt card boom-os
Szoba, meséljünk már rajta, nem muszáj. Kettő luck. Nem tudom, hogy van-e olyan könnyű effektünk, aminek van hatása, vagy amire van hatása a luckunknak. Aranybomba, aranykulcs a Voidra. Kellemes. Ezeket úgy is szét lehet törni, hogy ne okozzanak kontaktsebzést, még azok akkor sem, hogyha ellenfelek vannak benne. Gombákat viszont nem, az mindenképpen sebzést okoz, hogyha mérgező gombára taposol. Mindenképpen töltésre szeretnék bemenni a bosshoz. Hát, ha Deliriumról van szó. Ugye nem tudhatjuk. Ezért jó lenne összehozni mondjuk a Spawn Transformot, Gapira elég pici most már az esély. Wow, valami megsérültem, nem tudom pontosan mibe. Kissé zavar. Na, kösz Dry Baby. Na nézzük. Gés, nagyszerű. Viszonylag egyszerű boss. Ugye nem garantáltan gist fog dobni, mint általában, hanem egy random itemet. Hát, Fanny Pack. Az is valami. Nem véletlenül, hogy annyira nem vagyok lelkes. Tudom, hogy volt rá esélye, végül is nél nélkül kell delirumoznom. De hát nagyon sok idő lenne feltölteni a nélt még egyszer. Forget me now, nem hiszem, hogy ez egy jó ötlet. Eddig két szar itemet kaptunk. Conquest, ő sem a pont fogja dobni. Jó lenne pár Tinted Drakot kapni. Hát explozívó. Talán a három közül ez a legjobb, és ezzel azt hiszem elég sok mindent elárultam az itemeink minőségéről. Miket itt a Voidban kapunk. Pact, na ez végre valami. Tirkepen vagyunk, ami még Tekex-el is egészen jó. Meg ugye két HP, ami megint csak nem elhanyagolható. Nem, ez a legegyszerűbb szoba a Voidban. Valami basementesnek jobban örülnék, mert ez el is vette a két HP-nkat, amink volt. Pedig egy 3 speeden van, ez nem olyan rossz. Devil, az jól jön majd a főbosszra. Úgyhogy ne is változhassuk bombává, az hülye ötlet volna. Na, Betrayal. Megint átlag alatti. Ó, oh, wow! Azt hiszem a Mystery Sackből kaptuk a elemet. És ez már nem is az első ma, hanem már jó. Jó sokadik, ott van egy Tinted Drak. Oké. Okay. Ez egy Mom's Heart. Itt nem... Nem túl sűrű lát az ember. Inkább itt lívz a jellemző. Shieldit érzünk is van, vagy micsoda?
Wooden Nickel megint szar. De legalább az elsődleges célunkat mi szerint töltsük fel a HP-nkat, amennyire csak lehetséges, úgy tűnik, hogy sikerült teljesíteni a főbosszig. Ez egy szar basementes szoba, nehogy már megsérüljünk rajta. Ugye a Nail plusz a Devil egész jól összeztek kell. A Devil a Book of Belial-nek az effektjét adja, nem a Nail-ét. A Nail azt hiszem, hogy teljesen egyéni effektet ad, tehát nem Horror of Babylon-t, meg ilyesmit. Igen, ez ostoba volt részemről. Nem, nem erre. Így, oké. 9,3 sebzés azért volt már nekem ennél több a Void-ban. De nem olyan rettenet borzasztó ez azért. Főleg, hogy Nail-lel és Devil-lel még több lesz. Jesszusom. Delirium már türelmetlen, várja a halálát. Oké, ne ezt a szobát csináljuk meg, hanem egy olyat, ami még több boss felé vezet, hogyha esetleg ez még mindig nem a fő bossunk lenne. És 13,5 HP-val fogunk bosszozni. És ez a Delirium. Ez bizony a Delirium. Amint eltalál egyszer, akkor fogom eltolni a Nail-t. Ami most következett be. Egy fölötti speedünk van, ami már a tűrhető kategória. Wow. Megsültem, úgyhogy észre sem vettem, hogy mibe, hogy és hogyan. Azért nem fogy olyan nagyon gyorsan a HP, amint szeretném. Úgyhogy ez egyáltalán nem garantált, hogy ez meg lesz. Hát mikor lehet garantálni? Elég ritka... Lassú vagyok ez. Elég ritka az olyan kör, ahol az ember 100%-ig biztos lehet abban, hogy meg lesz Delirium. Meg a Super OP körökben is meg tudott engem viccelni időnként. Próbálj meg beállni Dry Baby mögé. Nagyjából egy ütembe fogy a HP-nk. Igen, nekem is fél körül van, neki is fél körül van, picit kevesebb. Nem dodzsolok jól, ezt én vágom meg minden. És nem lesz meg az az én hibám 100%-osan. De egyszerűen túl gyors. Random bomba, hát bevisz pár random ingyen sebzést. Rossz dodge. Oké. Nagyon kevéske HP-ja van, nekünk meg van polaroid sebezhetetlenségünk. Ami úgy tűnik, hogy megmenti ezt a kört. És már tényleg nincs túl sok HP-ja, amúgy nincs shield itt érzünk szerintem. Megvan, oké. Okay. 35 perc alatt sikerült, ami egy egész kellemes kis körnek tekinthető, csak kár, hogy nem az első volt, hanem a harmadik.
King Baby föloldva, ez nagyon nagy örömmel tölt el. Úgyhogy most már csak Blue Baby-vel és a Gridier mód van hátra, ami egy más tálta lesz. Hát igis, minden jót kívánok nektek, már elköszönök. Innen folytatjuk legközelebb, sziasztok!